Az egy dolog, hogy strapa telefonokkal már foglalkozott mindenki, és sokszor látott ilyen mobilokat. De hogy strapa tablet? Na, az már egy ritkább dolog. És mind a kettő az ulefontól származik. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, az én nevem Tamás Zsolt, Hát valóban, amikor azért olyan okos telefont keresünk, amely igazából bírja a strapát, akkor könnyen találunk több gyártótól is megfelelő megoldást. Viszont, hogyha olyan nagy kijelzővel rendelkező eszközre van szükség, ami bírja a lejtést, bírja a vizet és bírja a port, akkor már sokkal szűkebb azért a lehetőségeknek a sora. Viszont az Ulefon az Armorpad 2-vel megint megmutatta, hogy értenek ehhez a szegmenshez, hiszen ez a készülék hátsó hatalmas lámpával, kellemes hardware rendelkezik. Különleges képességei közé sorolnám még a dual sim vagy éppen a beépített GPS-t és az ENC s érintésmentes fizetést is. De a legnagyobb erőnye tényleg az, hogy bizony MIL STD 810 H bír, plusz IP68 69K minősítést is kapott, tehát ez bizony bírja az ütéseket, a port, a vizet, ezt nem kell sajnálni, és közben még egész jól használható is. Lássuk tehát, hogy mit kell tudni az Armorpad 2-ről. csak így lazán élőben megmutatnám, hogy mennyi minden van az Armor Pad 2-nek a dobozában, csavarhúzótól kezdve USB-C kábelen át egészen tartóig, vagy éppen adapterig minden belefért a repertoárba, hát ez is már egy komoly fricska egy Apple-nek, egy Samsungnak vagy más márkának, hogy hát minimum nem fukarkodtak a különböző kiegészítőknél, még egy ilyen kis gyártónál sem. Na, hát ennyi minden van tehát a tartozékok között, viszont azért a táblagépet is érdemes megnézni, mert ebben a sárga színben baromi vagány viszont robusztus, hatalmas és nehéz. Dimenziókat tekintve ugyanis 277,8 x 178 x 14 mm-es kiterjedésről és 1018 g-ról, tehát több mint 1 kg-ról van szó majd hogy nem már egy laptopnak a súlya ez, viszont éppen ezért bírja a sapát, hát különböző megerősített sarkok, hátlap jellemzik ezt a készüléket, IP68-69K víz és porállósággal, valamint MIL STD810H minősítéssel. Szóval azért itt van minden, ami szemszállnak ingere, és ami elég ahhoz, hogy ezt a táblagépet nyugodtan magunkkal hordozhassuk különböző munkaterületekre, vagy olyan helyekre, ahol nem kell félteni a különböző technikai eszközöket. Hát alapvetően 750 lumenes, hátsó lámpával is rendelkezik, amit az oldalsó gombhoz is tudunk konfigurálni, ezáltal akár kempingezésnél, vagy éjszakai, esetleg túránál is jól tud jönni egy ilyen eszköz. Mi ki is próbáltuk bogékkal, méghozzá egy ilyen kis esti grill folyamán, és valóban nagy fényerőre képes csatlakozók tekintetében felül van egy microSD kártya, hely, hogy bővítsük a tárhelyet. Bal oldalon van, hogyha állítva használjuk a készüléket, egy hangerőszabályozó billentyű, jobb oldalon pedig egy funkciógomb, valamint egy bekapcsoló gomb, utóbbiba újlenyomott olvasó is került, méghozzá gyors, jó működéssel. Alul pedig van egy jack csatlakozónk, illetve egy USB-C 2.0-ás portunk is, ezen keresztül lehet tölteni, de bal oldalra került még egyébként egy ilyen pines dokkoló is. A hátlap szerintem baromi vagány ebben a sárga színben, itt is vannak ilyen kis tudoradások, hogy védjék esetleg a hátlapot, és már is láthatjuk az NFC-s jelölést, ugyanis érintésmentes, fizetése is alkalmas ez a táblagép, nem beszélve egyébként a Dual képességekről. A képernyő pedig ebben a kategóriában abszolút megfelelő, hiszen 11 colos és 1200x2000 pixelt vonultat föl, valamint Gorilla Glass 5 üveg védi. Ez egy IPS panel, itt még nincs 90 vagy 120 Hz-es nincs is erre szükség, mert alapvetően jól használható és kellemes a fényerőssége is, tehát látható nem csak beltérben, hanem kültéren is, és van fölötte egy előlapi kamera, ami itt látható, hogy milyen képekre képes, de mutatok vele természetesen egy videót is. Alig ha arra érdemes használni egy táblagépet, hogy selfie videókat készítsünk vele, viszont arra mindenképpen érdemes lehet, hogy videót cseteljünk, és akkor kültéren mondjuk ilyen kép- és hangminőségre lehet számítani. Nyilván a kávák azért az átlagosnál vaskosabbak, de hát valahogy meg kell védeni ezt a panelt, és ezt az Ulefon Armor Pad 2 meg is teszi. A hardware pedig nem más, mint a MediaTek Helio G99-es lapka, ami egy 6 nm csíkszélességű megoldás, méghozzá 8 GB RAM-mal, valamint 256 GB-os adattárlóval. A Mali G57 MC2 grafikus gyorsító pedig az általános játékokat azért elfuttatja, a legkomolyabb produktumokkal persze nem bánik kell, de a benchmarkok során is jól mutatkozik meg, hogy ez a készülék ez inkább egy ilyen közép-alsó kategóriás szegmensbe való, legalábbis hardware tekintetében, de mivel strapa tablet, így alapvetően teljesen fölösleges Más készülékekhez hasonlítani. Android 13 operációs rendszer dolgozik rajta, és hát azért, ahogy lenni szokott, egy ilyen kis gyártónál nem tudom, hogy mennyi frissítésre számíthatunk, biztonságilag valószínűleg még igen. Főverzióból pedig örüljünk, hogyha az Android 14-et valamikor megkapjuk majd erre. Amúgy egy teljesen jól személyre szabható és jól működő a gyárihoz hasonló föllet az, ami fogad minket, személyre lehet szabni a földalakat, vigyetek gyorsváltási ikonokkal is természetesen. Hát az angol-magyar fordítás nem sikerült túl jól, ez a beállításokban érhető igazán tetten, mert bár a hálózatnál, a csatlakozott eszközöknél nem, de az alkalmazásoknál már, vagy éppen az értesítéseknél is megfigyeltünk néhány olyan menüpontot, ami sajnos nem került lefordításra. Mindenesetre az tény és való, hogy azért itt rengeteg különböző konfigurálási lehetőséget kapunk, akár a hangokhoz és a rezgésekhez, a tárhelyhez, az akkumulátorhoz, vagy éppen a megjelenítéshez itt lehet a fényerő szintet megadni, a sötét témát bekapcsolni, a lezárási képernyőt konfigurálni, vagy éppen a szín és fehér egyensúlyt módosítani, ez szintén angol nyelven marad benne sajnos a menüben. Mindegy, ennyit azért talán meg lehet tanulni, persze nem kellemes, ha valaki nem tud ilyen idegen nyelven. A háttérképet és a stílust is meg tudjuk változtatni, illetve a speciális funkció Nál Ram terjesztést, tehát virtuális Ramot kapunk, akár kesztyűmódot, kétkoppintásos felébresztést. A custom key-nél, vagyis a programozható gombnál pedig egy lenyomásra, vagy dupla lenyomásra esetleg hosszú megnyomásra tudjuk konfigurálni, hogy ez a kis narancssárga gomb ez hogyan működjön. Vannak még kisegítő lehetőségek, be tudjuk kapcsolni a tartózkodási helyet, és van még az okos érintés is, aminek köszönhetően akár egy ilyen kis gombnyomással tudjuk vezérelni a képernyőt, hogyha nem a lenti vezérlő gombokkal szeretnénk megtenni mindezt. Alapvetően a szoftver nem lassú, tehát viszonylag responsív és jól használható a mindennapi feladatokra, de nagyon nem kell megterhelni, mert akkor már egyes akadások előfordulhatnak. Ez inkább egy olyan táblagép, ami esetleg filmezésre vagy különböző tervezetnek az olvasására ajánlható, mert arra viszont tökéletes. Hátlapon viszont csak egy kamera van, egy 48 megapixeles egység, emellé tartozik még a 16 megapixeles selfie kamera, de hát nyilván van még egy mélységérzékelő, csak az igazából értelmetlen, mint felsorolás. A kamera szoftver pedig könnyedén segít abban, hogy videózzunk, képet készítsünk. Van éjszakai fénykép, 48 megapixel arckép és a More menüpontnál még néhány plusz funkció, így panoráma, timeless vagy éppen a szakmai mód, de hát persze a beállítások között is találunk még önkiódott helyzetelmentést. A kamerának a képminősége, hát hagyném némi kívánni volt maga után, nyilván egy tabletnél nem várhatunk okostelefonos minőséget, nappal még arra használható, hogy tényleg lefotozzunk esetleg különböző épületeket, vagy éppen munkafolyamatokat, de ennél többre azért nem hivatott szerintem ez a táblagép, ez működik neki aztán kész. Videózni is lehet, de mivel nincsen sem elektronikus, sem optikai képstabilizálás, ezért remegnek a felvételek, nagyon stabil kezek szükségesek ezekhez. Nagyon szükséges esetben persze azért elő lehet venni ezt a táblagépet. Éjszaka már azért fordul a kocka, hát nem lesznek túl részletek azok a különböző felvételekben is csillannak a különböző nagyobb fények. A dinamika tartomány az közepes, mind nappal, mind éjszaka. Hát igen, ez egy olyan tablet, amivel, a kell, nagyon akkor lehet fotózni. Hát azért messze nem egy kamerával vetekedő képminőséggel bíró táblagép. Az éjszakai videókat pedig hát megmutatom, de sok hasznuk azért nem lesz a mindennapokban, az egyszer biztos. Az üzemidőnek viszont igen, hiszen nem kevesebb mint 18.600 mAh kapacitású akkumulátor került ebbe a táblagépbe. Nem véletlenül ilyen nagy és nem véletlenül ilyen nehéz, szóval 10-20 óráig lazán kibír, hogyha filmezünk vagy éppen böngészünk rajta, esetleg más folyamatokat végzünk. Ezt hát valóban arra készült, hogy bírja a napot, bírja a strapát, és bírja a munkát. Ráadásul 33 vattal lehet tölteni szóval ilyen téren sem mondható rossznak a teljesítménye, és adatkommunikációs szempontból pedig aztán pláne nem, hiszen duálszín képességgel rendelkezik, tehát bele lehet rakni kártyákat, hogy az internetet elérjük, ezen kívül van még NFC-s érintésmentes fizetés, Wi-Fi, Bluetooth és GPS is, Szinte minden van benne, ami egy táblagépbe. nagyon ritkán szokott benne lenni, ebben viszont igen. Ráadásul mindezt a teljesítményt 131 ezer forintért nyújtja ez a készülék, az alza.hu kínálatában lehet megvásárolni, hiszen az az a hivatalos magyarországi partnere, és én azt mondom, hogy ennyi pénzért ez a táblagép egyáltalán nem rossz. Persze találunk erősebbet, akár a Xiaomi, akár esetleg más márkáknak a kínálatában, vagy nézhetjük a redmi a oneplus de <coughs> Azért ez nem ez a kategória. Tehát azokat, ha eldobjuk, meg is halnak. Ez viszont, ha eldobjuk, kibírja akár másfél méterről is. Szóval ahhoz képest, hogy ez egy tablet, lényegében mindent tud. Tehát valójában van egy kellemes kijelzője, egy korrekt hardvere. -e, dual képes GPS-től kezdő minden van benne, szóval én meglepően tapasztaltam, és azt mondom, hogy ha a frissítés nem annyira fontos, hanem az, hogy bírja a munkát és bírja a mindennapokat hosszú üzemidővel rendelkező sapatabletet akarunk választani, akkor bizony az Ulefonnak ez az Armorpad 2-je egy jó döntés lehet. Na mit szóltak hozzá, kell ennek a sapatabletek? Írjátok meg kommentben, én pedig köszönöm a figyelmet, kövessetek a különböző közösségi oldalakon is, sziasztok!